Szeretettel, tisztelettel köszöntöm a gyülekezetet, elcsendesedett lélekkel együtt imádkozunk. A mi segítségünk jöjjön az Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és Szent Fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 159-es énekünk első és második versét énekeljük. A 159-es énekünk első két versét énekeljük, örülni szívünk, mikor ezt halljuk. Sánta meg ne botoljon, hanem inkább meggyógyuljon. Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől, hogy a keserűségnek a gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön. A jótékonyságról és az adakozásról pedig el ne feledkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten. Bízzatok vezetőitekben, és hallgassatok rájuk, mert ők vigyáznak lelketekre, úgy, mint akik erről számot is adnak. Imádkozzatok értünk! Imádkozzatok értünk, mert meg vagyok győződve arról, hogy lelkiismeretünk tiszta, hiszen mindenben helyesen akarunk eljárni. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő ígéjét, hogy Krisztusnak beszéde lakozzék mi bennünk gazdagon, és mi sok és áldott gyümölcsöt teremünk az ő dicsőségére. Együtt imádkozzunk. Úristen, örökkévaló és mindenható Atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és itt vezült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk,
bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthárni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket. Növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nékünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonságtételünk után halljuk meg Istennek kegyelmes válaszát az ő ígéje által, mikor is így szól mi hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Énekeljük testvéreim az előbb énekelt 159-es énekünk 3., 4. és 5. versét. A 159-es énekünk 3. verse így kezdődik, áld meg Úristen a te népedet. Köszönjük, Uram, megmaradt örömeinket,
Köszönjük az életet, amely itt a földön, vagy ott a te országodban beteljesedett. Ezért vagyunk itt. Így készültünk, és így jöttünk te hozzád. Mert mint gyermekek, a te gyermekeid meg akarjuk neked köszönni. Az, hogy volt ölelés, amely elvette lelkünkből a félelmet, voltak napok, pillanatok, amikor összeroskadtunk, és te karjaidba vettél, és vittél bennünket vágyaink felé. Voltak nagy álmok, amikből igazság lett, élet. Voltak álmok, amelyek megmaradtak. A viszontlátás, a reménység, az éjszaka csendbe, amikor visszahozzuk azokat, akiknek el akarjuk mondani, bár nincsenek mellettünk, lelkünkben vannak, és szeretjük őket. Uram, így állunk ma egy gyászoló családdal, akiknek erő kellett, sok erő elindulni a mélyből, a fájdalomból, a gyászból, az otthonból, ahol most üres lett hirtelen minden, elindulni ide a templomba, látni az embereket, akiknek valahogy másképpen sikerült az élet. Add, Uram, hogy látásuk, add, Uram, hogy lelki szemük lássa meg, hogy ők is sikeresek. Őket is megáldotta az Isten 42 évi házassággal, 2 gyermekkel, az édesapa utolsó tekintetével, amivel gyermekei jó gyermekként ott voltak, és hívták a lelkészt, hogy nem elbúcsúzzanak, hanem együtt az Úristen színe előtt imádkozzanak, hogy úgy lépje át ezt a földi határt, hogy ne legyen fájdalom. Add, Uram, hogy így tudjunk imádkozni. De nem csak az ő gyászukban köszönjük az erőt, hanem megköszönjük, Uram, ennek a gyülekezetnek, a presbitériumnak az elmúlt heti erejét, akik erejük felett szorgoskodtak, dolgoztak Anyaszentegyházuk dicsőségére, munkát nem kímélve, otthon hagyva bajaikat jöttek, hogy állhasson az a kapu, amelyre békesség van vésve. Köszönjük az adományozókat, és neked köszönjük, Uram, tiszta szívvel, hálával azt az örömöt, amit hozzánk hazatért ifjú család jelentett, akik sok évvel ezelőtt úgy mentek el Szobátáról Magyarországra, hogy fájt a lelkük, hogy nem volt másuk, csak reményük, hogy meggyógyul a gyermekük. És ma úgy jöttek vissza gyógyult gyermekeikkel, hogy hálát adnak az Úristennek, és itt keresztelik, és itt oltják be abba a közösségbe, amelyet lelkileg magukénak tartanak. Add, Uram, hogy sok örömük legyen. Köszönjük, Uram, ezt a szép gyülekezetet, mert mindig szép a gyülekezet, amikor a te nevedben a te ígédet akarja hallani. Így légy és szentelj meg bennünket. Gyógyítsd a fájó lelküt, fogadd el hálás imákat, és hallgass meg a mi titokban elmondott imádságunkat, most is mindörökké. Amen. Kérem, hogy ének alatt a gyerekek vonuljanak át a gyülekezeti terembe. Mi pedig készüljünk Isten igéjének a hallgatására, a 161-es énekünk első és második versében. A gyerekek átvonulnak, mi pedig énekeljük a 161-es énekünk első és második versét, Szentlélek védj körül bennünket. Hogyha a gyerekek nem akarnak menni, maradhatnak itt is.
együtt Istennek ígéjét, ugyanint írva található Pál apostolnak Timóteushoz írott első levele, 4. részének 12. verséből. Hogy miképpen szól hozzánk Isten az ő ígéje által, Timóteushoz írott első levél, 4. részének 12. versében, felolvasom figyelemmel, hálaadással hallgassuk. Légy példája a hívőknek, beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tisztaságban. Légy példája a hívőknek, beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tisztaságban. Ez Istennek ígéje. Kedves testvéreim, ezt a felolvasott ígét, annak megértését egy kicsit távolabbról indítom a mindennapi életnek a példáival, igazságával. Az emberiséget, az ember mindig érdekelte a körülötte zajló világ. Az ember mindig figyelte, nézte a körülötte történő világnak a mozgását, a fejlődését. És ez nem csak egy ember adta képesség és kíváncsiság, hanem az ember azért figyelte a világot, mert az Isten által teremtett világnak a tökéletességből, a működéséből tanulni akart az ember. Elég, hogyha csak az irodalomból a francia La Fontaine állatmeséit említem, vagy a magyar irodalomban Heltai Gáspár írt tanúságos állatmeséket, ahol megfigyelve az állatoknak a viselkedését, példaképpen állítja az emberiség a társadalom elé, amikor azt mondja, hogy nézd a szorgos angyát, hogy gyűjt magának, milyen szépen megszervezi az életét ott a bolyban, hogy figyelnek egymásra. De példának állítja a vidám életű, pazarló tücsköt, aki nem törődik a következményekkel, mi lesz majd, ha jön a tél, és átmulasztja az életet. És sok ilyen állatmesét, példát találunk, amelyek azért vannak megírva, hogy ne fájjon a példa, hogy látjátok, van ilyen ember, aki tékozol, hanem azt mondja, vegyetek példát ezekről az állatok. De nem csak az állatmeséknek a példái azok, amelyek tanítanak bennünket, hanem ha megfigyeljük, akkor azt látjuk, hogy az ember az állatoknak a viselkedéséből, az, hogy mikor jönnek a vándormadarak, mikor készülnek el, vagy a hajósok, a hajón lévő állatoknak az idegességéből, a nyugtalanságából tudták, hogy mikor jön a rossz idő, a hullám, mikor vannak földrengések, és megfigyelik az állatoknak a viselkedését, és ezekből tanulják meg, hogy hogyan kell katasztrófától mentes életet élni. Vagy hogyha még egy példát szeretnék mondani a 21. a 20. századnak a vívmányaiból. Hát testvéreim, soha nem találta volna fel, vagy nem dolgozta volna ki az ember a repülőgépet, ha nem figyelte volna meg, hogy a madarak hogyan használják ki a levegőnek a mozgását, hogy a madarak mennyire érzékelik azt, hogy a légmozgás, hogy változik hideg, meleg, levegő, és akkor csak úgy belekap, és az viszi őt. Vagy a helikopter úgy, ahogy a feltalálója elmondta, a helikopter megelőzte sok-sok gyerekkorától meghatározó, hogy nézte azt a kicsi állatot, a szita kötőt, hogy hogy képes az repülni, fenntartani magát. Sorolhatnám a példát, de jussunk el, testvéreim, ne csak az állatoknak a viselkedéséből, arra, hogy mennyire figyelik az emberek a világot, az
Európai Unió feltalált valamit, idegen szóval mondom, mindenki érti, de mondhatom magyarul is, ez a monitorizálás. Figyeljük csak meg, hogy az IMF, a bank, vagy az Európai Unió, aki támogatásokat ad, mennyire figyeli nyíltan, vannak direkt kiküldött emberek, hogy lássuk, hogy jól használják fel a pénzt, meg tudják-e tartani az általuk vállalt bizonyos gazdasági fejlődést. Testvéreim, figyel minket a világ. Testvéreim, talán nem is gondoltunk arra, hogy mennyire nézik az emberek a mi viselkedésünket. Testvéreim, az embereket érdekli, a világot is, hogy mi is ez a keresztény egyház. Mit is jelent az, hogy én református vagyok? Figyel minket a világ. Még egy példa eszembe jutott, hadd mondjam el. Múlt héten állítottuk a székely kaput, és itt szorgoskodott az egyik munkásnak az 5 éves kisfia, ott a lapáttal, mintha ő is nagyon dolgozott, hát szívéből ezt tette, és mikor lementem és nyújtottam a kezemet, hogy kezet fogjak vele, tetszik tudni, hogy nyújtotta a kezét? Így. Mert leleste a nagyapjától, az apjától, hogy amikor dolgozol és munkás, mocskos a kezed, akkor ne nyújtsad, hanem ez a gesztus, ahogy ő 5 éves gyermek munka közben az édesapja mellett úgy nőtt fel, hogy lelesi a mozdulatot. Figyel minket a világ, a gyermekeink. Hogy tesszük meg a mozdulatot, amikor leülünk az asztalhoz? Hogy mondjuk-e vagy nem mondjuk az imádságot, kérjük-e az Úristen segítségét, amikor bajaink vannak, vagy segítség nélkül tehetetlenségünkbe egymásnak szökünk, vádoljuk és hibáztatjuk, hogy miattak történt ez. Miért kezdtem én így ezt a prédikációt? Azért, testvéreim, mert a felolvasott ígében Pál apostol az ő ifjú munkatársának, Timóteusnak azt mondja, hogy légy példa a hívőknek. És amikor elolvastam ezt a mondatot, hogy légy példa a hívőknek, akkor azt kérdezem, miért kell egy keresztény embernek példa lenni? Miért kell egy papnak úgy élni, hogy példa legyen a gyülekezetnek? Hát hagyja meg békét, nem elég, ha megtartom vasárnap a prédikációt, hogy nem elég az, hogy készülök egy Isten tiszteletre, úgy éljem le az életemet, hogy példaképe legyek a gyülekezetnek. Hát nem elég az, hogy elvállalja a presbiteri tisztséget, nem elég az, hogy eljövünk a templomba. Hát még ilyen elvárása is van az Úristennek, hogy az életünk egy állandó ilyen feszült legyen. Hogy mindig úgy éljek, cselekedjek, mozduljak, hogy engemet valaki figyel. Nem mondom a televízió által, fiatalok által kedvelt Big Brother, ez a nagy testvérnek a sorozatát. Nem mondom azt, hogy mennyire fel vannak háborodva a modern országokban, amikor ilyen térfigyelő kamerákat helyeznek fel, hogy kiszűrjék a tolvajokat, a verekedőket. A becsületes, tisztességes ember zavarja, hogy most már ennyire jutott a 21. század, hogy engemet ennyire figyel mindenki. És mindezek fölött még ott van az Úristen. Gyerekkoromban még megvolt nagyapámnak a vonalzója, amire ez volt ráírva, hogy Isten szeme mindent lát, ne lopd el a léniát. No hát, akkor még úgy éltek az emberek, hogy az Úristen tekintete alatt, felügyelete, vigyázása alatt élték az életet. Légy példája
a hívőknek. Mit akar mondani ezzel a mondattal Pál apostol? Vagy mit kell nekünk érteni? Na most testvéreim, az, hogy légy példa, elvesztette maga a fogalom, a szó, az ízét, az értékét. De mondom én ennek a szónak, a példának a megfelelőjét, mert a görög eredeti nyelvben ez a mondat, hogy légy példa, több hasonló szín árnyalattal felelnek. Például azt mondja, hogy légy példája, vagyis mentora. Mentor. Ma, ha lefordítjuk ezt a szót, akkor azt mondjuk, hogy a mentor tulajdonképpen egy olyan valaki, aki felül vigyáz, óv, gondoz, segít egy nálánál gyengébbet. Voltak régebben, ma is a református iskolában vannak ilyen mentorok Amerikából, akik, hát idézőjelben örökbe fogadnak gyermekeket, szegény családból, jó képességűek, és így mentorok, vagyis gondozzák, vigyázzák. Most amikor azt mondja, hogy légy példája, légy mentora a gyülekezetnek, a hívőknek, akkor, mint hogyha azt mondaná az Úristen, és itt kezd a számomra érthetővé válni ez az ige, remélem a gyülekezetnek is, amikor nem elég, hogy én egy hívő ember vagyok, úgy élek, hogy skatujából vette ki, úgy viselkedek. Ez szép, ha meg tudom tenni. De a példa azt jelenti, hogy én mentor kell legyek, én vigyázó kell legyek, én ott kell legyek segíteni a hívő embert. És elsősorban a családban. Aztán a másik kifejezése ennek a példának nem csak a mentor, hanem az, hogy ideál. Ideális. Tökéletes. Mint hogy azt mondja, hogy légy ideális. Van ideális házasság? Azt mondta nekem az egyik keresztapám, hogy az ideális házasság ott kezdődik, szilácsehélyek azok ismerték, ott kezdődik az ideális házasság, hogy amikor az egyik kiabál, a másik hallgat. Na most testvéreim, szerintem az ideális házasság ott kezdődik, igaza volt keresztapámnak, hogy amikor az egyik kiabál, a másik imádkozik érte. Ott kezdődik az ideális házasság, hogy amikor az egyik ki van borulva, akkor a másik leborul. Légy ideája a gyülekezetnek. Mutasd meg, hogy akkor, amikor bajok vannak, akkor te nem veszed át a másiknak a feszültségét, a hangulatát, az idegességét, hanem átveszed Krisztusnak a szeretetét, a megbocsájtását, a jóságát. És akkor elkezdődik egy átsugárzás. Itt az fog történni, hogy nem te veszed át az ő baját, segítségnyújtását, hanem te adod neki a krisztusi erőt. Ideális életet él. Légy példája. Nem tudom, mennyire sikerült ezt megmagyarázni, biztos, hogy sok példa van, és jobban megtetszik majd otthon magyarázni a gyerekeknek, vagy egymásnak, önmagunknak, hogy miért is kell nekem példa lenni. Aztán, amikor eljutottam eddig a prédikációban, jött egy másik dolog, ami ugye kicsit megtorpant. Azt mondja, hogy légy példája a hívőknek. Nem úgy általánosságban beszél az apostol. Légy példája a hívő, az Istenben bízó embereknek légy példája. És testvéreim, kellett a lelkemnek a csend, hogy én ezt megértsem. Mert a hitetleneknek annyi példájuk van. Rámegyünk az internetre. És a hitetlen, Isten nélküli embernek az interneten annyi példája van, hogy hogy kell robbantani pisztollyal, bemenni egy iskolába. Annyi példa van, talán nem is kell internetre menni, csak ki kell lépni az utcára, és a hitetlen világból gyűjteni lehet, nem is kell úgy jön, mint a 40 fokos hőség, mikor kilépünk egy hűvös szobából, és úgy arcúdni, pofonvág, na ez a világ is, a hitetlen világ így nyomja maga előtt azt a sok-sok példát.
És a hívőknek, az Istenben bízó embereknek, minthogyha nem lennének példaképei. Minthogyha elvesztettük volna a tudatát, a mi megbízatásunknak, az életünknek. Az, hogy mire rendelt engem az Úristen, hogy mentora legyek, hogy legyek egy ideája, én is olyan akarok lenni, miben? Szépen mondja az apostol, nem fogom külön kifejteni, azt mondja a beszédben, a magaviseletben, a szeretetben, a hitben, a tisztaságban. Valamivé lenni kell. És ez a fejlődés. Azt mondja a filozófia, hogy nincs stagnálás, vagyis fix állapot. Vagy fejlődés van, vagy csökevényesedés. Most már, hogyha keresztény egyházi életünket nézzük, akkor tudni kell, hogy ha nem fejlődik a keresztény életünk, ha nem fejlődik, nem növekszik hitben, beszédben, cselekedetben, a szovátai református gyülekezet, akkor csökken. Ha nem emelkedünk, zuhanunk, lehet egy ideig úgy kihasználni a lebegést. Légy példa, mentor. Bocsánatot fogok kérni, hogyha valaki ellenkezik a következő példával. Én Orbán párti vagyok, miniszterelnökre gondolok. És úgy olvasgatva kezembe került, vagyis közel került hozzám egy 2012-ben, november 17-én mondott beszédet, amit Madridban mondott el. Azért vonom be a prédikációban, mert ez a miniszterelnök Európának, a nagyvilágnak példaképpé állította Magyarországot. Ki merte mondani egy Isten nélküli Európában, egy keresztény ellenes Európában, szó szerint azt mondta Orbán Viktor, hogy tisztelt hölgyeim és uraim, ez az ő megszólítása. A magyar alkotmány első szava Isten. A magyar himnusz első szava Isten. És most, amikor Európa nyugat kiborult, hogy lehet az, hogy a megújított magyar alkotmányban ott van a keresztény érték, hogy kimeri mondani a magyar parlament, hogy a házasság nő és férfi között van. Elkezdték támadni, írtani, pusztítani ezt a Magyarországot. Sőt, azok is, akik magyarnak mondják magukat, a kereszténység értékéről beszél. Ő mondta a beszédében, hogy van egy filozófus, Schumann, aki azt mondta, hogy Európa vagy keresztény lesz, vagy nem lesz, mármint Európa. Ha Európa nem tud újra keresztény értékeket felmutatni, akkor nem lesz Európa, lesz egy gyarmat. Kínának lesz a gyarmata, Indiának lesz. Nem sorolom, hogy melyik országnak lesz majd a gyarmata. Kik fognak majd új ideákat, példákat hozni? Ugye, testvéreim, megéri. Tartozunk ennyivel, nem csak az Úristennek, nem csak a konfirmációkor tett eskünknek és fogadalmunknak, hogy képviseljük a keresztény értéket. Hogy ott legyen, ne csak az alkotmányban, ne csak a himnuszban, hanem ott legyen reggeli felkelésünkben, hogy Isten áld meg az én családomat, Isten segíts meg az én betegemet, Isten óvjat idegenben lévő szeretteimet, Isten vigyázt ezt a kisebbségben ütött, bántott, cibált székely népet. Légy példa! El tudjuk vállalni?
Tud ez a szolátai erős gyülekezet példája lenni. Meg tudjuk mi mutatni a világnak. Nem két mutatásból, hanem szívünk tisztaságából. Hogy igen, mi még azok közé tartozunk, akik inkább kettébe törünk, mint ahogy a székely példa mondja, mint a hargitán a fenyő, vagy gyökerestől tépjenek ki, de nem tudunk meghajolni. Nem akarunk. Miért? Ma példákra van szükség, mentorokra van szükség, ma segítőkre kellene odafigyelni. Figyel minket a világ. És testvéreim, ez a figyelés nem a szekuritáténak a leskelődése. Ez az élethelyzetet, az életformát kereső embereknek a tekintete. Az összekúszálódott életeknek, a fiataloknak, akik családot kell alapítsanak. A szülőknek, akik kell mondjanak valamit gyermeküknek, aki hirtelen felnőtt lett. Rá tud mutatni majd egy pár év múlva szovátán a szülő, és azt mondja, légy olyan, mint az a gyermek, aki édesanyjával, édesapjával templomba jár, imádkozik. Légy olyan, aki nem hagyja el a szüleit. Légy olyan, aki megtartja a templomba tett hűségét, és nem teher számára gondozni az ő beteg társát, és nem zúgolódik, hanem imádkozik, és az életét is odaadja, ha látja a másiknak a csendes álmát és nyugodt éjszakáját. Nem akarom én befejezni ezt a prédikációt, folytatni sem. Szeretném átadni a gondolatot. A feladatot. Legyünk testvéreim azok, akiknek szánt bennünket az Úristen. Sok világosság, hegyen épített város. Menjünk azok, akik elmegyünk és összegyűjtjük az élet szétesett perifériájáról azokat, akik már nincs erejük felállni. Legyünk azok, akik imádkozni tudunk egymásért. Mert az imádság nem más, mint hogy oda visszük az Úristen elé az életet. Belefoglalom a prédikációba, hogy ne legyen hirdetés. Szeptember 1-én a szovátai református gyülekezet, aki 100 évet ad át az Úristen dicsőségére. Szeptember 1-én, amikor 100 évesen a szovátai református gyülekezet, példát kell adjon. Örülök, hogy nekem engedte meg az Úristen, hogy itt szolgálhassak ezen a számomra fontos évfordulón. És közben már most gyomoridegen van. Úgy félek, nem magamért, hanem azokért az emberekért, akiket nem üt meg, akiket nem ér el a szó, hogy ezen a napon meg kellene állni együtt. 3000 református. Meg kellene álljon az Úristen előtt szeptember 1-én. És megköszönje, hogy idegenként jött ide szobátára, és ott a gyülekezet otthont adott és átölelte. És bántóként élt a világban, és idejött is, ez a gyülekezet imádkozott érte. Testvéreim, segítsetek! Mert akkor, amikor azt mondja, hogy légy példa a gyülekezetnek, a hívőknek, én ezt nem akarom magamra érteni. Mert mit mondanak? A közmondás azt mondja, hogy ne azt tedd, amit a pap tett, hanem amit a pap mond. Ugye kicsit kompromitálódott a papság, amikor azt mondják, hogy bort iszik és vizet prédikál. És nekünk hordozni kell az előítéleteknek ezt a terhét. De testvéreim, én még a presbitériumról, a gyülekezeti tagokról nem hallottam. 18 éve itt vagyok, kompromitó
kompromitáló, megbélyegző kijelentéseket. Kérem, gondnok ura, presbitereket, családokat, legyenek az én számomra példa. Mutassák meg nekem, hogy kell élni, és ígérem, hogy jó tanuló leszek. Mutassák meg nekem, hogy kell viselkedni, és le fogom lesni a mozdulatot. És igyekezni fogok, hogy úgy tudjam a szolgálatomat végezni, hogy az ne csak fizetésért történjen, és ne csak a megszokás és a kötelesség jelzőjével, hanem úgy, ahogy a presbiterek tették az elmúlt héten, pénz nélkül, munka nélkül, isteni szeretetből. Legyünk példája ennek a gyülekezetnek, a hívőknek. És ha ezt meg tudjuk tenni, akkor sokan leszünk, akik tanulni fognak tőlünk. Amen. Válaszoljunk testvéreim Isten igéjére a 468-as énekünkkel. A 468-as énekünket énekeljük, annak első és második versét.
láttunk téged, akit 2000 év után is úgy ábrázolnak, hogy két kezed áldásra van emelve. 2000 év után is úgy mutat téged a kereszténység a világnak, mint aki megtöri a kenyeret, és odaadja az éhezőnek. Mint aki megáll gyászolók mellett, és ha kell velük sír, de könnyek között imádkozik, hogy erőt adjon a gyászolóknak az Isten. Téged ma is úgy ábrázolnak, Uram, hogy megállsz bűnösök mellett, és megbocsájtod hibáikat. És ezért van még keresztény egyház. És ezért gondolkodik még a világ, hogy megtartson-e téged, vagy kizárjon az életéből. Uram, add, hogy így emlékezzenek majd rejánk gyermekeink, unokáink. Így lásson bennünket ez a város, ezt a gyülekezetet, minden egyes tagját, hogy kezünk áldásra van emelve, hogy megtörjük maradék kenyerünket, reménységünket, hogy az éhezőnek adjunk. Az, hogy így maradjon meg, Uram, ennek a gyülekezetnek a képe, az arca, a mozdulata, hogy oda tud állni koporsó mellé, mint ahogy olyan sokan megtették a tegnap, miközben egy özvegy feleség 42 év után búcsúzott az ő társától. Mint ahogy barátok, ismerősök el tudtak jönni, és ha nem volt szavuk, akkor egy virággal, koszorúval fejezték ki, hogy szép volt az élet, tele volt értékekkel. Így emlékezik ez a gyülekezet is arra az emberre, aki velünk együtt még egészséges volt, itt a templomban imádkozott, oda tudott állni az Úristen elé, és 8 évi betegség alatt nem csak a sorsát, hanem el tudta fogadni az ő társának simogatását, unokájának jóságát, gyermekeinek szeretetét. Add, hogy áldott legyen az emléke azoknak a lelkében, akik szeretik. Így imádkozunk, Uram, ma ezen az Isten tiszteleten azért az ifjú párért, aki gyermekét elhozza, hogy bekapcsolják, hogy részessévé tegyék az isteni közösségnek. Magunkért imádkozunk. Tégy bennünket áldást hordozókká. Tégy bennünket, Uram, olyanokká, akik mentorai, ideái tudunk lenni egy világnak. Hogy egyszer majd minden tér meghajoljon és vallja. Jézus Krisztus az Úr, most és mindörökké. Amen. Elcsendesedett lélekkel, magunkért, szeretteinkért imádkozzunk. Áldott legyen az Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Együtt mondjuk el az Úr Jézus imáját. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind
Kedves testvéreim, kegyelettel jelentem a gyülekezetnek, hogy visszaadta lelkét alkotójának, Kacsó Kálmán testvérünk, aki 1944-ben született Torboszlón, és aki 44 éven keresztül egy munkahelyen Istentől kapott becsületével, tisztességgel végezte a szolgálatát. 42 évi házasság, egy lány, egy fiú gyermek, egy leány unoka. Feleségének, aki Mikházáról költözött Szovátára, Isten vigasztalását kérjük, és mondjuk, hogy nincs egyedül, hiszen láttuk, hogy Mikházáról édesanyja, rokonsága, ismerősei eljöttek, hogy gyászukban részt vegyenek. Mondom, a családnak nincs egyedül, nem csak mi vagyunk azok, akik imádkozunk, hanem református heidelbergi kártén szerint Isten előtt ott van a mi Urunk Jézus Krisztus, aki könyörgésével értünk közben jár. Adjon erőt a gyászoló családnak az Isten, hogy ne csak a múlt emlékét, hanem a feltámadás reménységét is hordozzák. És valahányszor, mondom, fiának megszólal az orgona Magfalván, ahol kántorizál, mindig tudja beleénekelni abba az énekbe a reménységét, és koporsó mellett úgy énekelje, hogy tudom, az én megváltóm él, hogy hitvallás legyen az életében. Így kívánunk a családnak, a gyülekezettel együtt erőt az Istentől. Köszönjük szépen az özvegy feleségének, gyermekeinek, hozzátartozóinak a 150 lejt, amit az egyházközség részére adományoztak, valamint a templomba az urasztalára hozott virágot. Kedves testvéreim, szeretném jelenteni a gyülekezetnek, hogyha Isten nem tekinti bűneinket és megtartja életünket, jövő vasárnap, új kenyér vasárnapja, amikor kiszolgáltatjuk az Úri Szent Vacsorát. Az úrvacsorához készülve jövő héten, kettől kezdődően, minden este 6 órától bűnbánati Isten tiszteleteket tartunk, melyre szeretettel hívjuk és várjuk a gyülekezetet. Természetesen mindenkit hívunk a királyi vendégségre, a megterített asztalhoz, ahol egyházunk legszentebb jegyeit vesszük magunkhoz. Újra hirdetem, segítséget kérve a gyülekezettől, mondjuk mindenkinek azt, amit a múlt vasárnap mondtam. Ha jó Isten megengedné, hogy a következő 100 évet is megünnepelhessük együtt, akkor ezt talán kihagyhatnánk. De mivel nem lesz alkalmunk a következő 100 évet itt a Földön megünnepelni, hát ne hagyjuk ki ezt az alkalmat, amit nem mindenkinek ad meg az Úristen, hogy 100 éves gyülekezetben hálát adjon az Úristennek. És most a legnagyobb tisztelettel, szeretettel köszöntöm Gergely Attila és Szigeti Edit szülőket, édesapát és édesanyát, akik Magyarországról hazajöttek, mert valahogy úgy érezték, nekik itt kell ebben a templomban és közösségben megkeresztelni a gyermeküket. Kedves testvéreim, mi körülbelül 10 percet kell az életünkből szánjunk erre a keresztelőre. Ők mióta megszületett a gyermekük, készültek erre a napra, órára, hát ezért maradjunk benn, kérem, hogy együtt imádkozzunk, és tegyünk majd fogadalmat, hogy ezt a gyermeket Isten elé visszük. Készüljünk tehát a keresség kiszolgáltatására, a 255-ös énekünk első versével. Kérem, az ének alatt a szülők és keresztszülők álljanak ki az urasztalához.
testvéreink, felállva hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztusunk a keresség sákramentumát. Írva található ez a Máté írása szerint való Szent Evangélium 28. részének 18-tól 20-ig terjedő verseiben a következőképpen. És hozzájuk menvén Jézus szólanékit mondván, nékem adatot minden hatalom menjen is földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Kérem, hogy gyülekezet foglaljon helyet, szülők állva maradnak. Ugye nem baj, ha először a gyülekezetet szólítom meg. Tisztelt gyülekezet! Lehet, hogy a gyülekezetnek már nem is mond olyan sokat, mint amennyit kellene mondjon a felolvasott keresztelési íge, az, hogy Jézus hozzájuk ment, és azt mondta, hogy kereszteljetek, s legyetek tanítványokká. És hogy nem mond sokat ez, talán azért van, mert Istennek hála, hogy majdnem minden második vasárnap a gyülekezet hallja ezt az ígét, mert nagyon sokat keresztelünk. Úgy van ez, hogy egy idő után, amikor azt mondja a férje a feleségnek, vagy fordítva, hogy szeretlek, na és hát én ezt tudtam. Vagy ahogy a székely ember ismerik az adomát, mikor azt mondja az asszony 60 évi házasság ünneplésén, hogy te ember rég nem mondtad, hogy szeret. Azt mondta a székely erre, hogy persze, hogy egyszer már mondtam. Aztán, ha majd valami változás lesz, akkor szólok. No hát, testvéreim, valahogy így vagyunk, hogy keresztelünk, és mondja a pap, aztán, ha majd valami változás lesz. Hogyha majd eljön az idő, hogy nem keresztelnek fiatalok, gyermekeket, akkor majd én szólok. De addig a hálaadás és a köszönő szó. Nagyon szépen köszönöm a gyülekezet nevében. Nagyon szépen köszönöm az édesanyának, az édesapának a bátorságokat. Mert nagy bátorság kellett 3 gyereket vállalni ebben az életben. Nagy bátorság kellett akkor, amikor úgy éreztétek, hogy meginok a lélek. Nagy-nagy bátorság kellett, hogy ti még tudjatok vállalni, szembenézni egymással. Tudjatok még imádkozni. Mert nagyon sokszor úgy van, hogy az első kudarc után elfordul az ember az Istentől. És mi azt tapasztaljuk, hogy ti nem elfordultatok, hanem még jobban odafordultatok az Istenhez. És az Isten, úgy, ahogy a felolvasott ígéből halljuk, hatalmat adott nektek. Akkor, amikor az ígében ez van, hogy Jézus oda megy a tanítványokhoz, és azt mondja, hogy az enyém a hatalom, és nektek adom, akkor tulajdonképpen nem arról a hatalomról van szó, ami a világi hatalom, hanem a Jézusi hatalom az, amikor az ember le tud mondani önmagáról. A legnagyobb hatalom az, amikor az ember önmagának a vágyait tudja legyőzni, a kényelmét. Én úgy gondolkodom, hogy miért is vállaltatok ti 3 gyermeket? Én úgy kérdezem magamtól, hogy hát nem lett volna könnyebb? Nem, nem. Nem lett volna, ha nem lennének ezek a gyermekek, az a sok-sok jóság és szeretet, ami a lelketekben van, nem lett volna, kire pazaroljátok. Hát, tisztelt szülők és keresztszülők, így tesz csodát az Isten az élettel. Ez az a hatalom, hogy, amit így mondott egy teológus, hogy minél több embernek adom a szeretetet, annál több lesz belőle. Nem olyan, mint a kenyér, hogy elfogy. Ez az életnek a kenyere, amely megsokasodik. Hát így kívánjuk, hogy sokasodjon
a ti jóságotok, szeretetetek jusson abból majd, ha visszaventek, nekünk is egy kicsi, és mi is fogunk imádkozni, hogy abból a szeretetből egy kicsit tudjunk valahogy üzenni, és hogy tudjátok azt majd elmondani a gyermeketeknek, ami az énekben nem csak ének, hanem hitvallás, mert a 255-ös keresztelési ének, az, mondom azonnal, lehet sétálni veled itt. A 255-ös ének így kezdődik, hogy ó, örök Isten, ki atyánk vagy nékünk, ím leborulva, esedezve kérünk, ez újszülöttnek földi egész élték karjait védjék. Igen, tisztelt édesapa Attila, mondd el majd fiadnak, hogy amikor megkeresztelték ilyen sok ember, odaállt, megalázkodott az Úristen előtt, és kérte, hogy óvja, oltalmazza az Isten a ti életeteket. A keresztségnek nem csak érzelmi, hanem ennek a keresztségnek van valami más haszna, mert Jézus azt mondja, hogy aki megkeresztelkedik és hisz, az üdvözül. Mi az üdvösség? Jézus így magyarázza, hogy az üdvösség egy olyan állapot, amiben nincs könny és fájdalom, amiben ott van az Isten. Amikor megkereszteljük ezt a gyermeket, kívánjuk, hogy mindig ott legyen az Úristen. Nem csak a ti, hanem a keresztszülőknek, nagyszülőknek, testvéreiteknek az életébe, gyermekeitek életébe legyen ott. Üdvösség. Ez egy drága szó, amire vigyázzatok. Keresztszülőknek imádkozni fogok, hogy az Úristen adja az erőt, hogy fogadalmukat tudják megtartani. És ne csak annyiból álljon, jaj, jön karácsony, keresztgyerekünknek megint kell venni valamit. Jaj, születésnapban megint fel kell hívni telefonon. Nem, legyen ez a keresztszülőség egy misszió, egy küldetés. Jaj, keresztszülők vagyunk, a családdal együtt, a gyermekkel, el kell menjünk templomba, imádkozni kell. Ehhez adjon sok erőt az Úristen, és fogadja kedvesen az Úr a ti jóságotokat és áldozatotokat. Amen. Kedves testvéreim, mielőtt kiszolgáltatnám a keresztség sákramentumát, felállva együtt tegyünk vallást a mi hitünkről. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszen az egyetemes keresztény anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. A keresztség sákramentumának kiszolgáltatása előtt három kérdést intézek hozzátok, melyre hitetek szerint hallható szóval válaszoljatok. Kérdezem először a szülőket és keresztszülőket. Akarjátok-e, hogy ez a kisgyermek az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba, a Szent Keresztség által befogadtassék? Akarjátok-e? Kérdezem másodszor, ígéritek-e, hogy a kisgyermeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, Fiú és Szentlélek Istenben vetett hitéről majd ő maga önként tegyen vallást a gyülekezet előtt a konfirmáció alkalmával. Ígéritek-e ezt? Most pedig a jelenlevő gyülekezet tagjait kérdezem. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyülekezetünk gyermekeinek hitbeli nevelése érdekében minden tőletek telhetőt megtesztek? Ígéritek-e, fogadjátok-e ezt? Ígéritek. Együtt imádkozzunk. Felséges Isten, mennyei édesatyánk,
Te azt ígérted, hogy nem csak Istenünk leszel, hanem utódainknak, gyermekeinknek oltalmazója. Azt ígérted, hogy te leszel az út, amelyen egymás lelkéhez eljuthatunk. Te azt ígérted, hogy oltalmazó szereteteddel mindig újra és újra megtöltöd fogyatkozó vágyainkat. Ma egy családért imádkozunk. Édesanyáért és édesapáért, akik nem csak boldogok, hanem hálásak, hogy megáldottad, megsegítetted az életüket. Köszönjük szépen a keresztszülőket, akik nem csak ígérnek és fogadnak, hanem akik majd fogják kérni az erőt, hogy ígéretüket és fogadalmukat beteljesítsék. Köszönjük ezt a gyülekezetet, amely nem csak időt tudott szakítani, aki bent maradt, hanem aki megnyitotta a szívét, és ezt a szép családot lelkébe zárta, hogy így legyen az ő életük példa egy olyan világban, ahol keressük, mit mondjunk, kire mutassunk. Ma rámutatsz erre a családra, a gyermekeikre, arra az erőre, bátorságra, hitre, amelyet tőled kértek és kaptak. Légy velük, ha visszatérnek otthonaikba. Adj nekik sok barátot, adj nekik sok segítőt, adj nekik sok örömöt, hogy örömmel, szép szóval csendben nevelhessék otthonukba gyermeküket. És add, hogy új otthonuk és házuk, amit magukénak mondhatnak, legyen menedék, hegyen épített, ahova betérhetnek örömért az emberek. A gyülekezet helyét elfoglalja. Attila Gergő, én keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak, a Szentléleknek nevében. Kicsit szemben. Az Úr áldjon meg, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te feléd, és adjon néked békességet. Szent Fia, mi Urunk Jézus Krisztus által. Áldásra várva az előbb énekel 255-ös éneklének a negyedik versét énekeljük. Tessék jönni, akkor ide megállni.
Együtt a gyerekekkel ti is, gyertek! Egy székely legényt mutatnak. Úgy emelt fel, és úgy mutatnak. Ja, büszkén, büszkén, úgy na! Nézze meg ezt a világot! Köszönjük szépen, Isten óvja, tartsa az életét, és még egyszer a gyülekezettel együtt köszönjük szépen. Akkor megengedjük, hogy először a szülők, keresztszülők vonuljanak ki, utána pedig a gyülekezet. Megkérem szépen, mert örömmel látom, hogy itt vannak az ifjúsági táborosok, hogy maradjanak itt egy perc megbeszélésre, jó? Köszönöm szépen. Békesség Istentől, jó étvágyat!